Az emberek már évezredek óta építenek hidakat, mivel ez a közlekedési megoldás a legjobb, ha egymástól elszigetelt helyeket kívánunk összekötni. Igen ám, de a messzire visszanyúló tapasztalat egyáltalán nem jelenti azt, hogy a modern hidak veszélytelenek lennének. Éppen ez lesz a mai videónk témája, ugyanis összegyűjtöttem nektek az elmúlt évek legsokkolóbb híd pillanatait. 2019. október 1-én Tájvanban, az Ilan megyében lakók egy hihetetlen eseményre ébredtek. Ezen a napon ugyanis az egyik leghíresebb és legfontosabb híd, név szerint a Namfangnao, vagyis Tájvan egyetlen acél egyéves hídja váratlanul összedőlt. Éppen felújítási munkátokat akartak kezdeni rajta, azonban még pont ezelőtt az utolsó napokban a híd teljesen eltűnt, amit biztonsági kamerák felvételén lehet visszanézni. Azonnal az összes mentőegységet riasztották, és kiemelt fontosságú ügyként kezelték a károk helyreállítását, valamint a sérültek ellátását. A látvány azonban a kiérkező mérnököket és szakembereket is teljesen lesokkolta. Későbbi vizsgálatok megállapították, hogy a katasztrófát a nem megfelelő karbantartási munkálatok és a kihagyott mérnöki ellenőrzések idézték elő, valamint a rendszeres túlterhelése a hídnak ugyancsak kiváltó tényező lehetett. Hogyha pedig visszatekerjük a videót, akkor azt is látni lehet, hogy egy kamion is a mélybe zuhant, mikor a híd megsemmisült, és bár a jármű becsapódáskor felrobbant, a sofőrje, Zhang Yai-chang csodával határos módon túlélte a megrázó esetet. Ugyan eltört a háta és több másik csontja is, de végül teljesen felépült. Durva belegondolni mondjuk, hogy milyen veszélyeket tudnak rejteni a hidak, amiket az illetékesek még csak nem is felügyelnek vagy ellenőriznek a szabályoknak megfelelően. A Tacsin folyó egy meghatározó része Tájföld gazdaságának, mivel sok város alakult ki, ennek mentén a kereskedelmi adottságok miatt. 2017. decemberében azonban egy súlyos baleset helyszínéről is szolgált a fontos folyó, amikor is egy nagy teherszállító hajó igyekezett átkelni egy híd alatt. Szójababot szállított az említett uszály, aminek azonban a motorja egy ponton leállt. Ezzel egyidejűleg a kormánylapát is meghibásodott, így a teljes irányítás megszűnt a jármű felett. Ez sajnos egy elkerülhetetlen ütközéshez vezetett a folyó fölött átnyúló híd egyik fő támpillérével, ami egy hatalmas katasztrófához vezetett. Meglepő módon a kapitány túlélte az esetet, de a rendőrség rögtön be is vitte őt a Nakhon Chai Sea őrsre, ahogy gyanúsítottként hallgatták ki a híd elpusztítása kapcsán. Ekkor kiderült, hogy 5 éve már lejárt a hajózási engedélye, de ennek ellenére továbbra is rendszeresen hajózott a vizeken. Szerencsére végül senki nem sérült meg, mivel a hídon ekkor éppen senki sem járt, így a férfi csak pénzbüntetésre ítélték, valamint a teljes felelősség sem őt terhelte, vagyis nem ő állította le direkt a motort, ami a katasztrófát előidézte. Az I-35-ös West Mississippi River Bridge volt 1967-ben az első és egyben legfontosabb forgalmi csomópont, ahol naponta több ezer autó kelt át már rövidesen az építés után. Ez a jelentős híd pedig egészen 2008. augusztus 1-jéig hibátlanul végezte munkáját, vagyis stabilan állt a megállás nélküli terhelés ellenére. Délután 6 óra magasságában azonban minden megváltozott, amikor bármilyen előjel nélkül a híd hirtelen összedőlt és az alatta folydogáló Mississippi folyóban végezte. Akik éppen a hídon közlekedtek, azok azt mondták, hogy elkezdett rázkódni és remegni az út alattuk, majd egy óriási csattanás kíséretében zuhantak alá. Az este 6-os időpont ráadásul nem sokkal volt a legnagyobb forgalom után, éppen ezért nagyon sok autós volt érintett a katasztrófában még így is. Az utólagos vizsgálat végül azt állapította meg, hogy a bekötőlemez, ami gyakorlatilag összetartja a híd elemeit, túlságosan vékony volt a régi konstrukció miatt, és a mai terhelés már túl nagy kihívás volt így neki. Röviden tehát az évek óta tartó gyengülés következtében hirtelen, mikor már nem bírta tovább a meggyengült elem, egyik pillanatról a másikra minden romba dőlt.
Óriási volt a pusztítás, 13 ember életét is vesztette a tragédiában, sőt további 145 személy igényelt orvosi ellátást, így ezután az incidens után elmaradhatatlan volt egy biztonsági szabályzat bevezetése. A hídtervezők és mérnökök azonnal előálltak egy új biztonsági protokollal, és a kormány pedig kötelezővé tette az összes más megépített híd rendszeres ellenőrzését, és meghatározott időnként a kritikus elemek cseréjét vagy felújítását is elvárja. Amerikában az 1930-as évek vége felé óriási megaprojektek keretében indultak el az építkezések, amik közül az egyik leglátványosabb beruházás a Tacoma Narrows híd megépítése volt. 38 és 40 között építették, többnyire acélból és betonból, és a washingtoni Tacomát kötötte össze Kitsap megyével. Ahogy említettem, 1940-re készült el teljesen, és egészen pontosan július 1-én adták át, azonban mindössze 4 hónappal később teljesen meg is semmisült, amiről egy hajmeres videófelvétel maradt fent. Csak galoppozó hídnak kezdték nevezni az eset után az emberek a mérnöki csodának szánt hidat, ami az erős szélben úgy imbolygott, mintha tényleg vágtázna éppen. Minden lehetséges módon megpróbálták utólag stabilizálni a hidat, azonban ez sehogy sem sikerült, míg végül november 7-én az egész építmény a mélybe zuhant a 64 km/órás szél miatt. Ezután a megmaradt kábeleket és egyéb elemeket teljesen elbontották és újrahasznosították máshol, a híd pedig csak 10 évvel később 1950-re készült el újra. Érdekesség, hogy 2007-ben párhuzamosan vele építettek egy második hidat is, mintha csak meg akarták volna mutatni a természetnek, hogy ha ledöntik a hídjukat, akkor cserébe kettőt fognak felhúzni. Sajnos egyébként a szemfülesek, ahogy láthatták is, egy autó a hídon maradt a katasztrófa pillanatában, amiből az utolsó másodpercekben mászott ki a sofőr, de végül kutyája bent maradt, így mindennel együtt ő is lezuhant. Tájföld északi részének egyik központi városában, Chiang Mai-ban történt egy megrázó eset még 2017. októberében. A város neve egyébként Újvárost jelent, és eredete egészen a 13. századig nyúlik vissza, ám hűen elnevezéséhez szinte folyton újításokat igényel, mivel a Ping folyó mentén elterülő városban nagyon gyakori az erőteljes áradás és a komoly pusztítás. A trópusi viharok akár hónapokig tartó áradásokat is előidézhetnek, és bár a legtöbb építmény nem kell, hogy huzamosabb ideig szemben nézen a természet háborgó erejével, azonban az egyik leghíresebb, 30 éve álló híd sajnos komoly próbának volt kitéve. Kereskedelmi és közlekedési szempontból egyaránt fontos híd pedig 2017-ben megadta magát, és mikor nem bírta már tovább a hosszantartó terhelést, akkor épp az emberek szeme láttára semmisült meg. Szerencsére az esetben senki nem sérült meg, de komoly kiadást hozott a teljes újraépítésre szoruló híd problémája, ami az alapvetően is szegény városnak igen kemény feladatot adott. Ez az eset hívta fel egyébként a figyelmet az újabban egyre növekvő természeti katasztrófákra való felkészülés fontosságára, ami után újra szervezték a megfelelő protokollt. Új-Zéland elsősorban lélegzetelállító helyszíneiről vált világhírűvé, valamint a kalandorok kifejezetten kedvelik amiatt is, hogy mindentől olyan távol fekszik. A sziget déli oldala, vagyis a Dél-Alpoknak helytadó oldal lesz most fókuszban, sőt azon belül is a több mint 3700 méter magas Cook-hegységet is érintő 6-os számú főútvonal. Az 1160 km hosszú szakasz egy ponton a Waihu folyó fölött egy hídon halad át, ahonnan jól látható a gleccserek folyton folyó vize. 2016 március azonban egy heves esőzés, sőt a megállás nélkül olvadó hó okozott olyan váratlan esetet, amire nem volt vészforgatókönyv. Az extrém erős áramlás megkezdte a híd alapzatát, amely gyengülés miatt rövidesen az egész szerkezet a mélybe zuhant.
whole bridge is going. Holy shit. Taking it span by span. There we have it, folks. Ez a környék legfontosabb hídja volt, ami nélkül szó szerint két teljes napi kerülővel lehet csak átjutni a másik oldalra. A szemtanúk nem véletlen aggódnak annyira, de sajnos nem volt kegyelem, és bár a ködben kevésbé látszik, de a teljes híd megsemmisült végül. 18 hosszú munkanap után azonban, és az önkéntesek megállás nélküli segítségnyújtásának köszönhetően egy új átmeneti hidat fel tudtak húzni, ami miatt tehát viszonylag gyorsan fellélegezhettek a lakosok, sőt utána is kiemelt fontosságú projektnek nyilvánítva aztán sikerült új állandó hidat is felhúzni rövidesen. Pakisztánban, Hassanabadban járunk ezúttal, ami bár 2100 méterrel a tengerszint fölött található az ország egyik legészaki pontján, mégsem menekült meg a katasztrófától. A Himalája hegységben meghúzódó 1500 lelkes falucska egyik hídja 2022-ben olyan terhelést kapott, amire senki sem számított. A rekordmagas hőmérséklet ugyanis annyi havat olvasztott meg a közeli gleccserekkel borított hegyoldalakon, hogy áprilisban valóságos árvíz indult útjára. Az embereknek sajnos lehetőségük sem volt közbeavatkozni, a természet erejével ugyanis sehogy sem tudták felvenni a versenyt, így csak a háztetőkről tudták nézni, ahogy az egyetlen összekötő híd éppen előttük omlik le, ezzel elzárva minden közlekedési módot a faluból. Szerencsére az előkészületeknek köszönhetően senki nem volt a hídon az omlás pillanatában, így nem is sérültek meg a lakosok, azonban el lehet képzelni, milyen félelem uralkodott bennük, mikor saját szemükkel látták, mi történik. További áradások, sőt földcsúszamlások is voltak egyébként a helyszínen, amik ugyancsak óriási pusztításokat okoztak, és ezekről is készültek felvételek. Ezzel pedig a mai videó végére is értünk, mindenképp nyomjatok egy lájkot, hogyha nyitottak vagytok hasonló témákra, ahol akár természeti katasztrófákat, megrázó mérnöki hibákat, vagy hasonló más építési témákat vetünk fel. Emellett nyugodtan akár kommentben írhatok még további ötleteket, hogy mire térjek ki legközelebb, milyen épületeket nézzünk meg, esetleg, hogyha érdekel titeket felhőkarcolókkal kapcsolatos téma, vagy bármilyen más hasonló videó. Én pedig most megköszönhetek a figyelmet, ne felejtsétek el csatlakozni a csapathoz, vagyis iratkozzatok fel rám, nyomjátok be ezt a kis csengőt is, így látni fogjátok a következő izgalmas videókat is majd, amik közül már nem sokára jövök is egy újabbal, lehet, hogy rögtön holnap, úgyhogy gyertek vissza akkor is, addig is még további szép estét, és sziasztok!